Sziasztok! GameStar YouTube, GameStar Facebook, GameStar Twitter, GameStar Instagram, GameStar Snapchat, GameStar VHS, GameStar DVD, GameStar CD. Snapchat még nincsen. Igen, még nincsen. GameStar floppy, GameStar nagyobb floppy, GameStar sárga kazetta nézők. Igen. Ez itt a Gears of War 4 bétája, én Paca vagyok, mellettem pedig Andromon ül ismét, és most ki fogjuk próbálni, hogy milyen multiban a Gears of War. Ma játszottam vele egy párat kavával és csirkével együtt, és hát azt megállapítottuk, hogy egyrészt nehéz, másrészt nagyon durván véres. Na hát akkor ez olyan, mint a Doomról beszélnénk eddig. Kezdjük. Úgyhogy 18 éven aluljak most kapcsoljanak át valami a Ked Network csatornájára, ahol rengeteg bogyó és babóca mese található meg, de ezért nem fizettek nekünk, úgyhogy... Megint találtam egy olyan streamet, ami egy ilyen cica kolóniát lehet nézni, hogy egy ilyen szoba, és ott ilyen... Én azt nagyon szeretném. Az a egyik legjobb, a Bob Ross mellett az egyik legjobb hajnali Twitch stream volt, amikor a cica, azt lehetett nézni, hogy egy cica játszik. Igen. Na, akkor melyiket választuk? Team Deathmatch már igazából tölt ja, is meg minden. A dodgeball ugye az egy kidobós lenne, ugye? Igen. Eredetileg, itt mit jelent? Ja, a dodgeball itt azt jelenti, hogy alapvetően az a csapat nyer, amelyiknek minden tagja életben marad a meccs végéig. Hogyha valaki meghal a csapatban, de sikerül megölni az ellenfél csapatából egy valakit, akkor aki meghalt, az visszatérhet a játékba. Asztalul. Tehát lényegében ezért, kidobós. Igen, ezért kidobós, mert hogy ha valakit kidobsz, vagy hát ketté fűrészelsz egy láncfűrésszel, ami majdnem ugyanaz arányokban, akkor visszahozhatod a saját csapattársadat. Na most ilyen ocsmányos szörnyek vagyunk, ugye ez a klasszikus kis Lancer egyik kedvenc fegyverünk, vagyis hogy szerintem az egyetlen értékelhető fegyver az egész játékban, de na jó, vannak még, de azért nem vitték túlzásba. Most alapvetően ugyanazok a fegyverek vannak most, mint a korábbi játékokban. Van néhány újdonság, de... Ott van egy ellenfél. Igen, föl is vett valamit. Na most... Itt az előző béta, úgy látszik mostanában mindig bétákkal játszunk, ugye itt a GameStarton belül. Mert annyi van. Mert hogy... annyi van, igen. Itt most megint arról beszéltünk, hogy a játékgrafika javulni fog, mert ezek a textúrák, ezek valami olyan szinten borzalmasak. Igen, ezt hogy... mondták is egyébként, hogy direkt nem vitték túlzásba. Hát kb. Xbox 360 szintű, sőt. Hát ott valaki AFK-zik, úgy látom. Így is lehet mondani. Tudatosan nem vitték ezt túlzásba. Mert tényleg csak az infrastruktúrát tesztelik, hogy működik-e a multiplayer, ahogy kell. Most már így valami, egy kill talán szerezhetnénk. Azért ugye olyan hatalmas célkereszted van, hogy ez a fegyver ez azért nem egy mesterlövész fegyver, úgy mondjam. Igen. Na láncfűrész, láncfűrész! Így. Így van, hát nem kell. Hopp, csak közben, miközben én láncfűrészeltem, a közben odajött hozzám egy ember, de meg lett nekünk is a shotgunnal előtt, de igen, úgy láttam, hogy megkaptam. Igen, igen. Berakom a Gnasher a shotgun, hogy ezt látjátok mindjárt. Én meg mindjárt respawnolok is. Ugye ez a shotgun, nyilván egyértelmű a funkciója. Közelharcban nagyon jó használható, távolra egyáltalán nem. Illetve az a trükkös, hogy még a láncszerön van egy ilyen láncfűrész, amit tudok itt bőgetni és oda menni az emberhez és leláncfűrészelni. Addig... Na, például itt, hopp, ez shotgunnal el is intézett a valamelyikőjük. Chainsaw 97 nevű, beszédes nevű játékos. Igen. Chainsaw, tehát amíg a láncszert azt tudom így bőgetni és úgy oda menni, addig a shotgunnal csak ütni lehet, és az lomhább is, meg nem olyan hatékony, mint a láncszerezés. Próbálok most nem csak Lancerrel küzdeni. Az a különlegesség egyébként most a fegyvereknek is, hogy lehet úgy tölteni, hogy amikor tele van a tár, és akkor töltjük újra, akkor eleve erősebb lövedékek vannak benne. Ugye ez volt már az előző részben is, hogyha jókor nyomjuk meg a töltés gombját még egyszer, akkor... Neked itt most malacod van, mert itt annyira... Oh. Hát igen. De itt persze megint berobbant valami, de csak egy füstgránát szerencsére. Itt most nagyon hátba kapsz mindenkit. Most téged igen, is engem is, elszóltam. De már is feldarabolták és újraélesztettek, úgyhogy... Te szoknyás társaink segítettek. Igen, most ők ugye nem sáskák, hanem valami más csúnya lények. Ilyen dinoszauruszok, hoppá! Bejött a shotgunnal megint. Nézzünk közben egy állást. Hát nem állok túl jól. Van három halálom, két down, ami azt jelenti, hogy kétszer kerültem földre. És a három halálból kétszer földre kerültem, tehát még újraélesztető lettem volna.
egyszer meg húspépet csináltak belőlem. Használjuk a fedezékrendszert. Annak talán több értelme van. Itt szembe is, meg a felé. Jobbról is, igen. Ott fog jönni jobbról. Tudunk egy ilyet is csinálni. Oda valaki feltapasztott egy gránátot a falra. Illetve... Opa! Ott van pont. Adj neki! Ez az! Így is volt. Jó, illetve a pályákon, elrejtve különböző pontokon vannak különleges fegyverek, mint például ez a gránát, ami egy füst gránát most, de szerintem pont van is nálam egy. De vannak ilyen hand cannon jellegű, ugye ez a pisztoly. Megnyertük. Na. Ez nagyon erős pisztoly. Egy 4 killel azért hozzájárultam a csapat sikeréhez. 4-3 az nem olyan rossz stat még. Na tudod mit, megyek még én is egy kört akkor. Menj egy kört. Bár előbb visszakoztam a felvétel előtt, mert most már évek óta nem játszottam Gears of War-ral, ugye emlékezhetünk rá, hogy az egyen kívül nem jött ki. Sajnos. PC-re. Másik, igen. De a kettőt is még végigjátszottam egy havaromnál, ráadásul egy ültő helyenbe, tehát leültünk és végigjátszottuk. Az egyik legjobb kooperatív játék volt egyébként a kettő az előző generációban. Igen, de ugyanakkor viszont elég is volt nekem, tehát a háromra nekem már kifulladt az a sorozat, most kíváncsi leszek, hogy a négy ezt tud-e újat mutatni. Szeretném jegyzőkönyvbe vetetni, hogy most Endre fog játszani. Rakjál be mondjuk egy Win Online, a harmadikat Bounty-t rakd be, és akkor plusz 50% XP-t kapunk. Jó. Most még nem aktív, de nyomja rá, most már aktív. Jó, jaj, elnézést kérek, minden időz van kötve. Igen, hogyha nincsen meg a teljes csapat, akkor botokat fog berakni a játék. Kíváncsi ezek, hogy vajon melyikkel járnék jobban. És az a durva egyébként, hogy a botok nagyon erősek és taktikáznak, és az AI az meglepően jól működik a játékban. Taktikáznak és jönnek és minden. Na. És akkor, most megint a dinoszaurusz. Most egy lenszerrel és egy shotgunnal fogsz menni, igen, a tipi-tapi dinók csapatával. Jó. Azt az A-val sprintelsz, igen. Az RB-vel töltesz újra. És melyikkel vonulok fedezékbe még annyi? Az A-t kell szintén megnyomni. Amikor nem sprintelsz, akkor csak egyszer megnyomod. Jó. A tárat most felraktod és fel is borítottad. Mit csináltam? A tárat kivetted, felraktod a hopp, én azt így nem tenném, hanem fedezék alapú shooterben vagyunk, úgyhogy a fedezéket érdemes használni. Persze. Annak ellenére, hogy egyébként én sem használtam, és most csak a pofám nagy, de ettől függetlenül javaslom, hogy fedezékről fedezékre haladva közlekedj, és mindig nézd a környezetedet. Hoppá. Legyél tudatában annak, hogy mi történik körülötted. Hát ez bekovatunk. Én most elkezdném bőgetni a láncfűrészt. Már havarom besegített. Igen, és shotgunnal. Apró miszlikbe aprította, hogy a D-pad balra megnyomásával, D-paden a bal gomb megnyomásával tudsz fegyvert váltani a shotgunra. Most érdemes lehet, ez egy kisebb pálya, érdemes lehet talán azt. Főleg így kettés jönnek, egy fejes. Húha. Most nem nagyon láttam túl sokat, hogy mi igen, történik. Igen, de túléltem. Az a vicces egyébként, hogyha mellette nyírnak ki valakit, azt igen, úgy lőd, ez az, még egyet. Hát ezt nem hiszem, ne légy már túl öreg. Rúgd fel. Valamit elkezdtem az előbb mondani, de már elfelejtettem, majd tekerjétek vissza a videót és emlékeztessetek, hogy mi is visszatekerjük. De, igen, hogyha valaki melletted hal meg, akkor is átfröccsön a te kamerádra a vér. Tehát ez már ilyen teljesen húsfeldolgozó üzemből. Igen. Sok killek nem nekem jönnek, de nem baj. De ettől függetlenül most kifejezetten őszered egyébként, úgyhogy én váltanék. Mert teljesen. Deeped jobbra gyorsan, lőj! Választottam. Nem jót nyomtál meg. Igen. Na nem baj. Nem baj, hát először játszom, úgyhogy... Szóval olyan szinte már ilyen, ez már megint a nevetségesbe hajlóan véres játék. Igen. Indokolatlanul. De hát nyilván 18 pluszos, tehát hogy 18 ilyen fölélyeknek való, mint ez a videó is. Na most az van, hogy az ellenfél csapatának már csak egy tagja van életben. Elfogytak a respawnjaik. Ugye úgy, hogy korlátozott számú újraéledés van, hogyha elfogynak a respawnok, nekünk még van 8, az bal fölül láthatjátok. Viszont az ellenfél csapatából már csak egy ember van életben, és hogyha őt kinyírjuk, akkor vége a mesnek, megnyertük. Ez meg is történt. Igen, na hát akkor ez... Szeretném jegyzőkönyvbe venni, hogy győzelemmel debütáltam. 2-1, de a részvétel is számít. Hát az mi? Hát meg az, a két kill. Az több, az pozitív kiráció. Miről beszélünk?
Akkor szerintem megyek még egyet, mert ez a rövid volt, nem? Jó. Az a nagyon megalázó egyébként, amikor a botoknak több kije van, mint neked. Az azért egy kicsit így letöri az ember lelkesedését, de... Én itt elmennék most jobbra, teljesen. Oké. Okay. Ott arra felé fönt. Oké. Okay. Egyenesen. Amerre ott a másik megy, balra. Jobbra, most jobbra. Igen. Kerüld meg ezt a izét, és ott a szobor előtt lesz egy fegyver. Ó, igen. Azt vedd föl, az egy I-puska. X-et kell nyomni. Bocsánat, igen, nem, nem a PlayStation-os X-et, hanem az Xbox-os X-et. Igen. És ezt először húzd ki. Vigyázz, itt Granthoz nem mennék hozzá. Ja, igen, igen, látom. És minél tovább nyomod a jobb gombot, annál messzebbre tudod lőni. Ja, jó, kipróbáljuk. Minél tovább húzod a ravaszt, mint amikor a ravaszt húzod egyébként az I-puskán. Bár úgy érzem, hogy nekem a... Nekem a shotgun volt inkább az, ami passzolt hozzám, mert... És ez egy ilyen... Azzal nem kellett annyira. Ez egyébként egy ilyen tapadós nyilat lő ki, ami rátapad az ellenfelekre, vagy a felületekre, és akkor robban. Tehát felezékbe is tök jó, ki lehet bárkit szedni. Most ő hiába rohant már felezékbe, ez... Igen. Neki vége volt, mert ugye rátapadt ez a bomba. Igen, igen, igen. De hogyha valaki felezékben van, és mögé löved a felezékbe, akkor is... Hopp. Annyi lesz neki. Hopp. Ott sikerült... Ja nem, az a saját csapattársad, de valószínűleg nem te ölted meg. Jó, egy. Egy. És kifejlett a lőszer, úgyhogy váltsd át a fegyvert. Viszont most az van, hogy a lenszeredet cserélted le, úgyhogy vagy visszamész és felveszed lenszert. Nem, nem, jó, ez nekem, ez kell. Vagy a Gnasher shotgunnal. Figyelj csak, ez nekem shotgunnél. Balra van a spawnjuk, arra én figyelnék. Egyébként. Na csá. Úgy szép. Vagy hát. Na, amennyire igen. A gyilkosság szép lehet. Igen, és bejöttek a spawnról, amit mondtál, de nem baj. Egy killér mindent. Ja. És akkor nem fog uriledni most már? Ja, de. Még van respawn. Még van 9 respawnunk, az ellenfél ezt... csapatnak meg 2. Hát ezt is nyerjük simán, ezt én nem lehet. Az elnyomók. Igen. És már nincs is több respawnjuk, ugye jól látom? Nincs. Na. Még ketten vissza fognak jönni. Ugye azt mutatja... És itt fognak visszajönni. Letolom őket most rögtön. Mondjuk ez elég egy nagy süttyóság, de... Persze, hát. Nyilván, gyere be kezdőre. Ott van. Jaj, nem ezt akarom. Igen, ebben én is nagyon sokszor belefutottam, hogy nem az a fegyver volt nálam, amiről gondoltam, hogy nálam van. Egy. Jobbra van a másik. Nem baj. Még azért a halálodat. Igen, de így is jók vagyunk, mert ez meg lesz, meghal, és meg vége. Meg lesz is ennyi. Jó, nézzük meg a dodgeball játékmódot, akkor szerintem következőnek. Jó, akkor arra még visszaadom, és itt szeretném megjegyezni, hogy 6-3, tehát... Jaj. Remélem, senki nem siketült meg ettől a tapsolástól. Jó, most visszalépünk a főmenübe. És akkor még egy dodgeballra van idő. Hányszor mondták ezt a lakótelepen? Igen, még annyi, a kazettán már csak annyi hely van. De igen. Sajnos, hogy a dodgeballt, még hogyha rögzítünk belőle, akkor még felférjem. Nekem igazából az volt a problémám, hogy a harmadik része teljesen kifulladt az a fajta horror jelleg, hogy az elején még tökéletesen eladták, nem biztos emlékszel, hogy voltak ezek a zseniális tévéreklámok is a első rész előtt, ugye, amikor eladták ezt a nyomasztó jelleget, hogy tényleg itt most hát az ember is... Mad World. Igen, igen, arra gondolok, igen, tehát zseniális volt, viszont a háromra már az, hogy harmadszor is ez a come on Phoenix, just kill all the locust, yeah, fuck, ez nekem már annyira hiteltelen volt. Hát nekem a háromba egy pont tetszett, nem tudom, hogy végigjátszottad le. Abszolút de nem. Akkor nem mondom, de nagyon jó kerek volt a sztoria a hárommal együtt a játéknak. Úgyhogy nekem tetszett a három, én egyébként teljesen random sorrendben, hát úgy játszottam végig, hogy az első részt, azt még nyilván, az még GameStar mellékletként volt meg. És akkor utána a harmadik rész és a második részt még a mai napig nem fejeztem be, pedig állítólag az a legjobbja. Az egész tényleg, sorozatnak. Tényleg a minden időkig legjobb teljes játéka volt a GameStar történetében, az a hát dobozos Gears of War. És meg Unreal Tournament 3 volt ugyanannál a magazinnál. Igen, lehetett választani. Igen, és nekem pont úgy volt, hogy előtte nem sokkal mentem be az 576-ba, hogy veszek egy cségót, nem cségót, még akkor cségszorzt, és nem volt sajnos, úgyhogy, de azért mégsem menjünk előre és kézzel, akkor vettem egy UT3-at, és azzal nagyon sokáig nagyon jól elszórakoztam, csak hát az UT3 az mégse volt olyan, mint mondjuk az UT2004, ki is fulladt hamar. Igen. Na most már végképpen megvádolnak minket, hogy reklámozunk, pedig higgyétek, hogy ezek való sztorik. Mármint, hogy tényleg az 576-ba mentem be. Jó, igen. Csak hogy...
Na, viszont ha... Ja, ez ugyanaz a pálya, mint az első pályán voltunk, nem? A Dem, igen, az igen. Az igen. Most nem tudom, hogy a Lopes nevű játékos, ő gyanúsítgott valakit azzal, hogy lop, vagy... Az vagy a... Loops, a vagy... Reina meg az Oscar, az azt jelenti, hogy botok. Igen. Azért volt ott mellettük az a kis... Igen, most csak így hárman is vagyunk. Nem baj. Én vagyok a sapkás lánnyal. És ugye most az a lényeg, hogy... Ez a Google futás egyébként megúhatatlan. Hogy a lényeg, ha meghalsz, akkor nem kerül, nem életsz újra. Hogyha meghalok, akkor érdek újra, hogyha valaki meghal az ellenfél csapatban. Ja, akkor igen, bocsánat, akkor igen, úgy értem. És ugye most nincsenek is fönt respawnok, csak azt látjuk, hogy hányan vannak a... Úgyhogy ez most a sokkal taktikusabb játékot követel meg. Igen, ott jobbra van egy, aki gránátozni akar. Ott meg az. Ez annyira gyenge ez a fegyver. Igen. Hát is váltok a sokkára, és megpróbálok, hopp, ott észrevettek. Megpróbál balról kerülni. Ott jön. Na, csá. Meg is van. Ott van. Jaj. Hát most ez engem kinyírt, de ugye 3v4-ben vagyunk, de voltunk már, álltunk már rosszabbul is. Igen. Most, ha valaki a mi csapatunkból kinyír valakit az ő csapatukból, akkor vagy én fogok visszajönni. Hoppá. Hát nem fogunk visszajönni. 1v4-ben, de én most visszajövök. Hát a respawning-in. Ja. Most azért 2v1-ben még lehet. Ott valaki mozgott. Olyan szintén utolsó ember, kaptál egy XP-t. Aha. Vagy, na, ilyen trofit, vagy nem trofit, hanem mi ez, ilyen challenge-t. Miért nem tudok célozni normálisan? Hát, könyörgöm. A sensitivity-t kéne átállítani. Vagy meg kéne tanulni játszani, ez a másik lehetőség. Lehet. Nem, egyébként tényleg nagyon furai közelre célozni. Nem kellett volna benyomni a célzást, hozzávük ezt szokva. Az aimbotos konzolos. Egyébként igen, hogy sokszor ugye... Tehát nem kellett volna így meghúznom. Igen, mert hozzájuk szokva, hogy mindig így lövünk, de amikor meg közelre jönnek és futkostak körülöttünk, akkor meg határa jobb. Viszont így nincsen célkereszt egyébként. Hát csípőből kell, ösztönből. Jó. Tényleg mi ez? Lopott be, füstgántoztak. Semmi baj. Bejönk ide. Na, így már is jobb. Nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos az a célzás a legelső. Már nem a te képességet, de csak annyira tök jól eltaláltad, hogy... Nem tudom egyébként, hogy ilyenkor nincs valami automatikus rásegítés. Hopp, ott az nagyon benne van, de itt is. Megint last man van. Hát, ez ennyi volt, sajnos megkerültek. De ez még egy kör? Igen. Akkor még hadd még egyet végzárul. Na jó, te. Most átadtam Endrinek, megint jegyzőkönyvbe kérem vetetni, hogy most Endre fog nem játszni. Kell ez annyira, mert sokkal több kill lesz, hát ez nem kell, ha nem mondanád is. Nem csak, hogyha te sokkal jobban játszol, mint én, akkor téged ismerjenek el, és ne azt mondják, ja, hogy jó, ez persze. A passza jól játszik. Ja, igaz, köszönöm szépen. Megint ez a teknős mód. Igen. Teljesen kiszámítatlan a lenszer rá, hogy mennyit kell belülni egy ellenfélbe, hogy meghalljon. Igen. Tölts újra, és figyelj arra, hogy egy kis csíkot eltalált. Hopp, majdnem. Átállok Stuttgartra. Jó. Most azért, ja, hogy neki erősebb neki fegyvere volt? Neki nem volt, hanem ez a boomshot nevű jó. Fegyver. És most újra is jöttél, mert pont akkor kinyírtak valakit az ellenfél csapatból is. Jó. Most itt védekezős... Jaj, ott valaki... Aha, ott jönnek be ketten. Hát... Itt már ne célhoz szerintem ilyen közelinél. Látod? Ez volt. Igen. Na, hát most ez swarm az eléggé. Ez elég pörgős. Játszunk szerintem még egy kört, egy visszavágót. Jó. Ugye most 30 perc múlva kezdődik is az új meccs, 20. Azt még kivárjuk. Lehet szavazni. Akkor én most a 3 óra szavazok, ott még nem voltunk ugye ebbe a... Igen, a Harbor ez egy izgalmas pálya. Jaj. Azért egy kicsit bosszantó volt az előző. Fura, szokni kell egyébként még ezt, mert teljesen más ugye, mint bármilyen más cover-based shooter. Vagy leginkább azok a cover-based shooterek, amikkel mostanában játszottunk, mondjuk a Division. Azért a shotgun
lövéstől meghaltott volna igazán. Az egy bónusz fegyver volt, amit felvett vala a pályán. Igen. Látni fogjuk majd a térképet. Nem is tudom, hogy most pontosan, hogy melyik gombbal lehet behozni a térképet. De itt most látjuk azt, hogy... igen, jó, meg a B-t. Igen. Megnyomod a B-t, akkor látnunk kéne azt, hogy hol vannak elrejtve a pályán a fegyverek. Aha, itt ki is írtam. Látom, igen, ott van az angol. Ott van, ami fönn a Piston Roomnál volt, az lesz valószínűleg a boomshot, amivel előbb kinyírtak. Jaj, és itt az utolsó pályán pedig... Vagy nem, vagy ezen a pályán voltunk mégis egyszer. Ezen voltunk, igen. Ja, bocsánat. Csak ugye mi szavaztunk, de leszavaztak. Jobbra azért mennek el annyian, mert mindenki az I-hoz megy, nyilván. Szerintem balra fog kerülni egyébként a földön kívüli brigád. Úgyhogy én nagyon óvatosan elkezdenék bal irányba. Jó. Arra szolgatni. Aha, itt is van már. Ne zoomolj. Töltöttél? Nem. Szerintem... Vagy mi volt ez a fegyverpörgetős trükk? Én csak nyomogattam respawn, a... Respawn, mindjárt. Jó. Aha, shotgun. Meglepően sok darabra esik szét az ember egyébként. Igen. Tudom, hogy leesik a csuklója, az alkarja külön. Ilyen, kicsit ilyen gyurma emberesnek tűnik nekem. A Neverhoodból a dinamit emberre, emlékszel? Persze. Vagy a dinamit figurára, akit össze kellett rakni. Mennyire zavaró volt az, hogy az egyik eleme nem ugyanolyan színű volt, mint a többi. Na hát ugye ennyire, azt látom, de az... Csak pakarnék. Jó, még egyszer. Jó. Most és nem halt meg, és nem halt meg az ember. És felszedte? Igen, azért ez egy kicsit... Ez most elkeserítő volt valóban. Hát ott guggolva ki előtted, és shotgun a hátba lövöd, de halljon már meg. Nem ilyen világot élünk. Na most 4v4 van. Sőt, 4v3 lehet, hogy még van esélyünk. Végre egyszer. Ott van, jobbra. Látom. Jaj, nyíja van. Csak az íja. Meg lesz az. Az már másik. Nem, igen, tudom. Kirőttel ennyirat. De ez is azért, jó, tudom, hogy a shotgun az nagyon szór, de azért ezt is háromszor eltaláltam legalább. Na mindegy, talán nyerünk. 5v2-ben vagyunk, ott van a szemben. 5v1. Ott van. Hát most már konkrétan 4-en lövi, úgyhogy igazából ez. Ez az. Nehéz lett volna nem megnyerni. Ez egy tök jó pörgős játékmód egyébként, és tök izgalmas az, hogy bármikor visszajöhetsz, és hol már hal csapatod elég jó. Hol vagy? Ja, hogy ott aha, egy downunk van össze-vissza, amikor nem halt meg az ember, igen. Az is valami. A word of some sort. Még egy fegyver van egyébként ezen a shotgunon meg a lancerön kívül a játékban, az egy ilyen burstöket lövő, tehát ilyen hármat, ha minden igaz. Szóval, hogy hát vegyem. Ha most meg a következő utolsó körre még átadom a harmadik körre. Jó. Még ezt megcsinálom. Nem azért csak, mert aggódva nézted a hangfelvételt. Igen, azt elmondhatjuk a nézőknek is, hogy ebben a pillanatban tűnt fel, hogy a memóriakártyán 4 perc van, úgyhogy, de amúgy is azt terveztük, hogy ez utolsó menet, úgyhogy... Igen, úgyhogy már lehet, hogy pontnál fogjátok hallani a vég. De szerintem simán még ez bele fog férni, úgyis mindjárt megint nyerünk, anélkül, hogy bárkivel találkoznék. Ott van. 5v2. Hát én most kamikáziba megyek, mert most már úgyis alig élnek, és... Rakj magadra egy jó kis bombát. Hát... És egy fejleszakadós... Na, akkor az utolsó körre odaadom. Aztán remélem kikapunk. Piston roomban van egy erős fegyver, ott két gránát van még északi részén, meg ugye a bow van jobbra. Most nem próbálok meg megszerezni. Szimpatikusak egyébként a karakterek nekem alapvetően, akiket eddig láttam. Most mégis arrafelé jövök, hogy megpróbálom megszerezni. Aha, ott jön már valaki más is. Ki jaj, ők jobban játszanak, mint mi, nem? Valahogy. Nem. Hát azért vezetünk 2-1-re. Na jó, oké, de...
valahogy sokkal gyorsabbak, mint mindent. Nézd meg most is, mit csinált az ember? Hát ez mi becsúszott, meg ilyenek. Hát ez, ez a fedezékrendszer miatt, ez a Gears of War-nak mindig is ilyen egyedi fedezékbe bújós módszere volt. 2v5, de mondom, átvettük és ki is fogunk kapni egyébként. 2v4, 1v4. Náluk van a nyíl, úgyhogy igazából... Ja nem, nálunk van. Mi történik? Akkor nem fogunk kikapni. Nagyon furán jelzi most a... De ez fura tényleg, igen, mert azt látjuk, hogy szörnyek halnak, de mégis ami nem... Aha, most 1v1 van elvileg, vagy... Ne, stimmel. Tényleg csak egy. De az, egy. Ez nagyon most, fura volt. Most 1v5, igen, az, most kicsit megzavarodtam, de... Hát ha most ez a Jacques White nak sikerül, hát nem valószínű, hogy errefelé jön, akkor sikerülni fog neki, de ha sikerült volna akár egyet is kinyírni, akkor még visszajöhettünk volna. Hát 5 halál és 1 downnal tudtunk hozzájárulni ez a meccshez. Igen, úgyhogy... Nem baj, you tried. Igen, de azt gondolom, hogy a Gears of War-ba mindenféleképp a story mód az, ami a lényeges, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy tudnak-e egy új lendületet adni. A negyedik részem a sztoriba. Fiatal karakterek a J.D. Phoenix-szel, aki a Marcus Phoenix-nek a fia, illetve a többiekkel, meg az új ellenfelekkel, akik már nem sáskák, de hasonlóan ocsmányak. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Így van. Sziasztok! Sziasztok!